eljött a mi nagy pillanatunk. Megtanuljuk megvédeni magunkat. Mert hát ugye előfordulhat, hogy magas sarkúban bandukolunk hazafelé, munkából, és valakinek eszébe jut megtámadni bennünket. Ne fesd az ördögöt a falra, de ha mégis így történne, itt van Márton és Csaba, aki segít nekünk ad néhány praktikus tanácsot és fogást. Remélem, hogy megvédjük magunkat. Sziasztok! Köszönjük szépen a meghívást, hogy itt lehetünk. A Krav Maga az egy önvédelmi rendszer, mi így apostrofáljuk magunkat. Gyakorlatilag mindenféle erőszakos szituációnak a megelőzésével, felismerésével, megoldásával foglalkozunk alapvetően. Ideértve egyrészt a technikai megoldásokat, másrészt egyfajta mentális felkészítést, illetve a pszichológiai felkészítést. Tehát mi nők, akkor ebből mondjuk leszűrhetjük azt, hogy ki a veszélyes ránk nézve, és akkor tudjuk, hogy itt mondjuk egy támadás veszély áll fenn? Igen, alapvetően ugye nagyon sokat fel lehet ismerni a támadónak a testbeszédéből, testtartásból, tehát a kommunikációból, verbális dolgokból. Alapvetően arra fektetjük a hangsúlyt az edzéseken is. Az első körben a megelőzés lenne a lényeg, és nyilván itt majd fogunk mutatni egy pár dolgot, hogy mi van akkor, hogy ha már nem tudjuk megelőzni, hanem kénytelenek vagyunk megoldani a kialakult problémát. Na mutassatok nekünk valamit, hogy ha már nem tudunk elfutni. Hát a támadásokon belül elég sok minden előfordulhat. Nyilván, hogyha hátulról támadnak, és mondjuk csak az egyik kezét fogja, akkor neki van helye megfordulni. És ha a nyakát akarja megfogni, ugyanaz, a haját? Ugyanaz, random, úgyse tudja, hogy mit csinálunk, úgyhogy megfogja. Jó, aha. Tehát akkor az a lényeg, hogyha valaki megragad bennünket, akkor próbáljuk meg kirántani magunkat a szorításából. Valahogy kijutni ebből. Ha itt megnézhetek, mondjuk akkor menjünk végig ezen a technikán, amit itt most láttunk. Rögtön belenyúl a szembe. Ugye ez egy viszonylag érzékeny pont. Nagy eséllyel én el fogom engedni, mert nekem fontosabb a saját szemem világa. Persze. És oda fogok kapni reflexzerűen. És akkor utána már a kezedet rántja le. Utána blokkolja a kart, magához szorítja, hogy ne tudjam folytani. Nyilván a probléma az, hogy nem kapunk levegőt egy ilyen szituációba. És abban a pillanatban, ahogy néztük a szemfogás után, blokkolja a kart, kilép, és rögtön... Jó, megpróbálhatom? Nem fogod kiszúrni a szemed. Megígérem neked. Jó, én inkább a helyedben, én félnék, Edina. Igen, ezt a kérdezik. Hát, megszúrom, lerántom a kezed, és már rúgok is, bocsánat. Van védő. Betaláltál? Egyébként jó helyre rúgtál, tehát... Igen, éreztem az ütközést. Igen, védőfelszerelésbe szoktunk gyakorolni, pontosan ezért, hogy életszerűen lehessen technikákat gyakorolni, ne kelljen megállítani mondjuk a rugást. Mondjuk szoknyában nehezebb, könnyebb nadrágban. Hát, ha ezeket a pontokat végigveszünk, akkor azt mondom, hogy a szem az mindenféleképpen egy olyan pont, ami ugye itt beszéltünk róla, reflexzeren oda nyúl a támadó, rögtön elenged. Orr, ugye itt szintén átmentünk rajta, nyak. Teljesen védtelen pont, nem hiába egy ösztönös támadás, ugye az állatoknál is a nyakra irányul a támadás, és ahogy Edina mondta, a lágyék. Mutassatok akkor még valami fogás, Marcin például. Jó. Tehát ott van az egy kis törékeny lány, hogy ő hogyan tudja megvédeni magát. Én most félek. Nem kell félni. Nézzük meg, például próbáljunk, megmutatom először a Csabi. Úriemberen, és akkor fogod látni, hogy mit kell csinálni. Na. Átkarolom őt. Ugye szabad a keze. Igen. Az azt jelenti, hogy körülbelül kézzel tud is rögtön támadni. Gyerek, általában, ez jó hosszú kéz kell. Általában nem kell hosszú kéz, csípő kell. Az jó. A lényeg, hogy ne a kezeddel próbálj elérni. Itt ugye egy könyökkel történt igen, egy támadás. Igen, de a fejedet próbálja megcélozni? Igen. Na jó. Mehet? Hajolj előre kicsit. Így? Azaz. Bocs, másik azaz. Kéz. Még? Azaz. Jaj, bocs. Azaz. Semmi gond. Jó, és akkor megfordulok. Ahogy... Így van. És akkor így van. Köszönöm szépen. Srácok, nagyon köszönjük. Ádám, láttad ezt?